Pár éve a Nemzetközi Ápolók Napja alkalmából készült el a 60-i ápolók dala Útra való címmel. A dalnak most elkészült a hivatalos videóklipje is, amiben maguk a kórház dolgozói is feltűnnek, énekelnek. A dalszöveget Boldogi Szabó Levente előadó művész zeneszerző írta. Hát nagy kihívás volt, megmondom őszintén, mert olyan dalt kellett úgymond megírni, ami nem túl csöpögős, könnyen tanulható, és benne van a lényeg. És éppen ezért ez nehéz feladat volt, már pedig én annak a híve vagyok, hogy a dalhoz viszont kell egy ihlet, ami nélkül nem lesz eredeti. Lacik Fecó, a Beatrice együttes basszusgitárosa, a dalt egy ápolás napi rendezvényen hallotta először, a szerző Boldogi Szabó Levente előadásában. Akkor és ott határozták el közösen, hogy a Beatrice pár tagjával csatlakoznak a kezdeményezéshez, és újra hangszerelik a dalt. Most pedig, hogy ne csak hallja a közönség, hanem lássa is, elkészült hozzá a videóklip is. Azt gondoltam, hogy mivel elkészült ez a gyönyörűséges kórház, ugye én még a régire emlékszem, meg a régi dolgokra, és úgy voltam vele, hogy épp eleget szidják az egészségügyet alapvetően mindenhol, és itt meg született egy olyan gyémánt, most már csiszolt, tehát most már meg lett csiszolva, hogy valahogy össze kell hozni a kettőt, idézőjelben a kellemeset a hasznossal, mivel van egy adott kórház, van egy adott jó dal, és az annyira összeillik, és azt gondolom, hogy ebből egy videóklipet kell csinálni, mert ne csak hallják, lássák is az emberek, hogy itt mi történnek. A dal ötlete egyébként Vörös Marti Attilától, az ápolási osztály igazgatójától származik, az ő közbenjárására kezdett el dolgozni rajta a Boldogi Szabó Levente. Nehéz volt összefoglalni egyetlen dalban azokat a szerteágazó tevékenységeket, amiket egy kórház dolgozói végeznek. Mégis sikerült hűen bemutatni mindent, mondta dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház igazgatója, aki hozzátette, ezzel a dallal és klippel szerettek volna fejet hajtani azok előtt, az emberek előtt, akik nap mint nap segítik embertársaikat. Ismeretlen jó tevőként azt gondolom, hogy mindenképpen azt a munkát mutatja be, illetve méltatja, amit az egészségügyi szakdolgozók, az egészségügyi dolgozók végeznek nap mint nap, sokszor észrevétlenül, ugyanakkor rendkívül kitartással. A dal sikere töretlen, a közösségi médiában 3 nap alatt több mint 7000-en nézték meg. A felvételeket és az utómunkát a 60 online munkatársa Gárdos Viktor készítette.